Sokakat megmozgatott a kétnapos első erős Pista Fest, mely két helyszínen zajlott. Az érdeklődők pénteken Hetényegyházán az új üzemben megnézhették, hogyan készül a két hungarikum, az erős Pista és a piros arany. Szombat este pedig a Kowalski meg a Vega adott másfél órás koncertet Kecskemét főterén. A zenekar legnagyobb slágereit hozta el a híres városba. Régi és új dalok egyaránt felcsendültek, a régieket ugyanúgy együtt énekelte a közönség a frontemberrel, mint a legújabbakat. A tér megtelt érdeklődőkkel, az ingyenes koncert rengeteg embert vonzott. A koncert után a kivetítőkön megjelent a magyar-szerb EB-selejtező, melyet a magyar válogatott nyert 2-1-re. Volt tehát ok a jókedvre és ünneplésre, igazi csúcspontja volt ez az este a fesztiválnak, amely megmutatta, hogy valóban érett arra, hogy hagyomány legyen.